Átverés ez az egész. Sonka hamisítás. Nem akarok műhús tenni, legyen valódi disznóval. Imitált ételek. Sok területen találkoztunk már olyan esettel, amikor azt mondtuk, ilyen nincs. Becsapott ízlelő bimbók. Undorodom az ételekben lévő vegyszerektől. Ezt aztán jól kifőzték. Az élelmiszeripar trükkjei. Micsoda botrány! Összepréselt húsdarabokat adnak el egy darabból származó füstölt sonkaként. Két évvel ezelőtt az NDR riporterei derítettek fényt erre a csalásra. Tanult az esetből a húsipar, vagy még mindig becsapják a fogyasztókat? Sonka hamisítás. Akkoriban könnyedén felismerhető volt. Itt látjuk az illesztés helyét. Önök is látják ezeket a szeleteket. Ezek is körülbelül 10 különböző húsdarabból állnak össze. Ha még ennél is alaposabban megvizsgáljuk, a rostok között finom radarált anyagot találunk. Ilyesmi nem fordulhatna elő egy hagyományos eljárással készült füstölt sonkában, és nincs is keresni valója benne. És az ilyesmi tilos is. Az NDR kutatásaira ilyetten reagált Ilze Aigner, a szövetségi fogyasztóvédelmi miniszter is. A húsfeldolgozóknak szánt üzenete egyértelmű volt. Meg kell jelölniük az összepréselt húsból készült termékeket. A Gutfried azóta csomagolást váltott. Már a fogyasztók is tudják, hogy a pulykasonka egymáshoz illesztett darabokból áll. A fogyasztók viszont azt állítják, egészen mást várnának, ha sonkát vásárolnak. Ön szerint hány sertésből származó húsból áll, illetve kellene állnia egy szelet sonkának? Tulajdonképpen egyből, a sonkájából. Hány sertésből? Hány állatból? Egy pillanat. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor egy sertésből két sonka lesz. Egy a bal és egy a jobb oldalából. A sonka az sonka. Azóta megváltozott a helyzet, vagy továbbra is ragasztanak? Azt gyanítjuk, hogy ezzel a frissen vásárolt, úgynevezett diósonkával valami nincs rendjén. Krefeldbe utazunk. Ott a tartományi állategészségügyi hivatalban értékelik a sonka mintáinkat. Ezúttal is préseményekről van szó. Egyre erősebb a gyanú. Itt gyönyörűen látszik, hogy a rostok különböző irányba futnak. Ez egyáltalán nem természetes jelenség. Itt még az illesztési helyeket is sejteni Igen. lehet, igaz? Ott szakad szét legelőször. A fogyasztónak tudnia kell, mit kap, amikor diósonkát vásárol. A diósonka elnevezés teljesen egyértelmű, hiszen tudjuk, hogy a dió a sertéscomb gömbölyű izma, amely természetes egységet képez. Ha ez nem így van, azzal egyértelműen vétünk a hatályos törvények ellen. Ez itt félrevezető megjelölés. DNS analízissel bízunk meg egy laboratóriumot. Azt kérjük tőlük, állapítsák meg, hányféle sertéshús rejtőzik egyetlen szelet sonkában. A génteszt minden kétséget eloszlat. A türingiai diósonka csúcsminőségűnek mondja magát. A valóságban azonban csak ragasztott hús. Egy szelet sonka legalább 3 sertésből készült. Ezt a DNS teszt bizonyítja. A Mühlenhof diósonkája is préselt. A labor legalább 3 húst talált a vizsgált szeletben. Eichlingen, cellejárás. Itt találkozunk két fogyasztóval, akik tudják, milyen a jó sonka. A Schepelmann család tanyáján járunk. Vendéglátunk Anya és Ilze Dóre mostanáig csak a tévében látott manipulált húst. Jó napot! Üdvözlöm! Jól vannak? Na? Szeletenként legalább 3 hús. Na ne!
Ezt nem hiszem el. Nézzék, ha alaposabban megnézzük, akkor látjuk, hogy a színük is különböző, nem? Ez a rész itt sokkal sötétebb, mint ez itt. És ez a többi szeletnél is így van. Sötétebb. Első pillantásra hagyományos sonkának tűnik, de a második pillantásra is. Világos és sötét. Nézze, ez a rész itt teljesen átlátszó, látja? Ez egyáltalán nem természetes. Ha mindenki számára egyértelmű, hogy ez több, különböző húsból van összeillesztve, ami ráadásul több sertéstől származik, akkor ez őrület. És nem is volt ráírva a csomagolására sem, tehát nyilvánvalóan nem lehetett felismerni a különbséget. Azt is el tudom képzelni, hogy egy öregebb húst összeragasztanak egy frisssel, és az öreg hús rágos. Ez itt az öreg. Ez az emberek becsapása. Ez így nem jó. Ha sonka van ráírva, akkor legyen is benne igazi sonka. Ez így nincs rendjén. A türingiai diósonka a mi laborvizsgálatunk szerint egyértelműen préselt. A csomagoláson erről kutatásunk időpontjáig semmilyen információ nem látható. A gyártó azt írta nekünk, hogy a szeletelés során több diót egymáshoz nyomnak. Ezt azóta már a csomagoláson is feltüntetik. A Mühlenhof sonkája sem eredeti. A márka mögött a húsmágnás Wilhelm Brandenburg áll. Ő így reklámozza magát. Élvezetek a mesterek kezéből, és tegnap, ma, holnap ízlésesen egyesítve. Valóban kreatív vállalkozás. Wilhelm Brandenburg hentesei a Réve élelmiszeripari birodalomhoz tartoznak. Tudni szeretnénk, miért csapja be a koncern a vevőit a préselt hússal. A Réve így magyarázkodik. Több egész diót kell összeilleszteniük, mert egyetlen sonka túl kicsi az automatikus szeletelő számára. A csomagoláson állítólag megtalálható az erre vonatkozó utalás. Az utalást azonban csak mostanában olvashatják a vásárlók, a koncern tehát mégis komolyan vette az NDR kutatási eredményeit. Semmit mondó állásfoglalások, kifogások és észszerűtlenségek. Ez jellemzi a húsipart. Találkozó Göttingenben. Achim Spiller professzor régóta elemzi, hogyan kezeli a húsipar az ilyen botrányokat. Éppen egy ilyen esetben, amit ön az imént leírt, tehát az összeragasztott húsok esetében, fontos lenne megmagyarázni, hogy miért teszik ezt a gyártók, miért változtak meg bizonyos gyártási technológiák. Emellett a termékeken fel kellene tüntetni ezt a tényt, hogy a fogyasztóknak legalább esélyük legyen megfontolni a vásárlást, és ezek után dönteni. Térjünk vissza Anyához és Ilse Dórihez Einklingenbe. Megmutatom nekik, hogy is néz ki a modern gyártási technológia. Különböző húsdarabokból készítünk egy szép darab sertésfilét, egy olyan enzim segítségével, amit az internetről rendeltem meg. Az elkészítési útmutatót a gyártó mellékelte. Egészen egyszerű. Érdekes illata van. Meghatározhatatlan. Fúj, olyan a szaga, mint egy labornak. Így. Frissen tartó fóliába csomagoljuk a húsokat. Másnapra az enzim mindent elintéz. Kész. Így már jól néz ki. Igen, igen. Vajon sikerült? Milyen izgalmas. Jól vágható? Könnyedén. Na hát. Mintha egy darab lenne. Így már nem lehet látni a különbséget. Nem tudom megmondani, hogy ez a rész különbözik ettől. Az első ragasztott filénk tulajdonképpen nem is néz ki rosszul. Nem tudod megmondani, hogy manipulált vagy igazi? Felőlem akár lehetne teljesen normális hús is, csak a formájáról tudom, hogy hamis, mivel nagyobb. De ez nem természetellenes. Ha én tudok ilyet készíteni, akkor ez megy ipari méretekben is. Megszagolhatom még egyszer? Megváltozott az illata? Teljesen semleges lett. Mint a friss hús. De ha én friss húst veszek, akkor biztos akarok lenni abban, hogy tényleg egy igazi húsdarabot kapok. Így elég nehéz lesz, hiszen nem látszik rajta semmi, és nincs illata sem. Milyen esélyünk lehet ezek után? De vannak a ragasztott húsoknál sokkal rosszabbak is. Az imitált ételek.
Armin Valléval találkozom, aki a Hamburgi Fogyasztóvédelmi Központ élelmiszernyomozója. Évek óta vizsgálja az élelmiszeripar trükkjeit. Valé úr, melyek az imitált élelmiszerek legkirívóbb esetei? A választék elég nagy. Ez itt szurimi, ami úgy néz ki, mint a garnélarák. Garnéla formára van préselve, azonban olcsó halhús fehérjéből készült, egy egész adalékanyag koktéllal keverik, majd ilyen garnéla formára préselik össze, és befestik. Tehát hulladék? Nem hulladék, olcsó halhús, amit másként nem lehet eladni. Halhúsból származó fehérje garnéla formára préselve, így már el lehet adni. Úgy néz ki, mint a tisztított garnéla. Surimi, kivonatolt halfehérje, víz. Szép narancssárga színe, jól mutat a büféasztalon, de megenni nem kéne. Én ezt ismerem. Egyszer már ettem ilyet, de olyan rosszul lettem tőle, hogy meg se fogom. Ez a másik, ez valami egészen felháborító. Alaszkai tengeri lazac. Ilyen nincs is. Így van, ez a klasszikus. Ilyen állat nincs, ez valóban az élelmiszeripar találmánya. Jó minőségű lazacot akartak létrehozni, ezért fogták az olcsó halat. Ez például itt csendes óceáni sávos tőkehal. Itt viszont az áll, alaszkai tengeri lazac, és alatta egy latin elnevezés, amiben sávos tőkehalról szó sem esik. Pontosan, ez egy olyan elnevezés, amely itthon megengedett. De tényleg sávos tőkehal van benne, és itt is látható, hogy... Lazacpótlék. Lazacpótlék, csak hogy ez festett hal. A fehér halhúst vörösre festették, hogy úgy nézzen ki, mint az igazi füstölt lazac. A képen a valódi alaszkai lazac. Természetesen vörös. Tőle balra az alaszkai tengeri lazac. Vörösre festett hal. Elsőre lazacnak tűnik. Nem is lett olyan rossz. Ami ennek egy lazacnak lennie kell. De azért nem ennyire sötétvörös. A tengeri lazac pedig egy fehér hal. Szeretem a rendes halat, hogyne. De sosem ennék műlazacot. Ha ez valódi kaviár lenne, akkor még ilyen kis üvegcsével sem tudnánk kifizetni. Ráadásul ez német, nem is tudtam, hogy ilyen is van. De ha megfordítja, látja, hogy nem természetesen fekete a színe, hanem négy különböző színező anyag van benne. Tartósítani kell, ízfokozót is adtak hozzá. Tehát ez sem eredeti, hanem csak egy olcsó utánzat. De van még ennél is durvább eset. Úgy néz ki, mint a valódi kaviár, elegáns a csomagolása. Állítólag egy orosz specialitás, ám a valóságban főként vizet és makrélát tartalmaz. Térjünk át a húsra. Ez itt darált marhahús. Elméletben bizony, elméletben. Alaposan el kell olvasni, ugyanis ez egy pseudohús, egy fejlesztés, amit az ipar ránk akar tukmálni. Sok fogyasztó szerint ez valószínűleg értékes hús, amelyben kevesebb a zsír és a koleszterin, de ez sajnos nem igaz. Ennél is rásegítettek a színnél csomagoláskor. Előkészített darált marhahús növényi fehérjével, csak 70% a hús. Azt hittem, darált marhahúst vásároltam, de vajon mivel van még dúsítva? Növényi fehérjével. Áh, céklalével színezték. A kilónkénti ára 2 euróval drágább, mint a normál darált húsé. Az olcsó utánzatokat drágán adják el a boltok. A megnevezés alig olvasható rajtuk. De mi kerül a tányérunkra, ha ebédelni megyünk? Ez csak nagy kereskedésben kapható, ezért itt már azt is ráírhatják, ami elrettentő. Finomra aprított, összeillesztett, formázott, részben zsírtalanított, bőrmentes. Ez azért durva. A sertéshús tartalom csak 51%, a többi csupán szeletelhető víz. Az ivóvízbe tesznek adalékanyagokat és keményítőket, azért, hogy szeletelhető legyen. Újra Detlef Hornál vagyunk. Az élelmiszerfelügyelet vizsgálati osztályának munkatársa tudja, hogyan spórolnak a gasztronómiában. A pizzához ugyebár sajtot használnak, sőt,
A sajtot megtaláljuk az összetevők listáján is. Csak hogy a sajt mellett használnak még egy másik terméket is, egy sajthoz hasonlatos kivonatot, amely többek között növényi zsiradékból készül. Ezt a terméket természetesen nem sajtként jelölik meg, hanem az összetevők között sorolják fel, méghozzá az egyes alkotórészek szerint. Ám mivel a sajtot és ezt a sajthoz hasonlatos olvadó anyagot egyszerre használja a pizzán, ezért megvan a lehetősége, hogy mondjuk úgy, elrejtsen bizonyos összetevőket a listáról. Az ember eszik egy darab sajtot, vagy műsajtot, és annak sonka íze van, ha arra van szükség. Ez a disznóság. Összeragasztott pancsolt ételek. Köszönöm. Mindenki utánzatokat akar ránk tukmálni. Belekevernek mindenfélét, hogy tartósabb, szebb és szaftosabb legyen. Ez szörnyű. Több területen találkoztunk hasonló esettel, és már a felügyelet is beavatkozott, mert ilyen nincs. A gyártók őrült hosszúságú összetevő listákkal hoznak forgalomba termékeket, amit a vásárlók soha nem vennének meg, hogyha a kiskereskedelmi forgalomba kerülnének. Ám mivel az éttermek a nagykereskedésekben ilyesmiket vásárolnak, egy főtt füstölt termék sonkává tud változni a pizzán. Ezt mi is ki akarjuk próbálni. Vissza Anyához és Ilze Dóréhez. Most pizzát sütünk, de úgy, ahogy az élelmiszeripar gyártja, sajt helyett pizza keverékkel. Pedig úgy néz ki, mint a sajt. És a tapintása? Nincs semmilyen illata. Nincs. Megkóstoljam. Szerintem én még sosem ettem ilyet. Nem az igazi, ugye? Nincs igazán sajt íze. Szinte teljesen semleges ízű. Igen, de mintha közben lisztes ízt éreznék. Nem? De, lisztes. Igen. Ragadós. Állott. Fúj, most jön az utóíze, ahogy lenyeltem. Furcsa. Mintha egy kicsit kesernyés is lenne. A tészta kézi munka. Már csak a feltét hiányzik. Sonka. Vagy valami hasonló. Ez egyáltalán nem néz ki húsnak. Nincsenek benne rostok. Kis pontokat látok benne. Talán inkább kolbásznak lehetne nevezni. Nézze csak, az van ráírva. 51% sertéshús. Tehát csak a fele sertéshús. Burgonya keményítő, glükosszirup, szójafehérje, fűszerek. Egy falatot? Nem tudom, de azt hiszem, hogy ha kísérletezünk, akkor igenis meg kell kóstolni. Csak egy falatot. Van íze, azt meg kell adni. Az ízét valahogy beletették. Füstölt, az van rajta, füstölt. Jó, sós. Füst aromával. Nagyon igen. Sós. De vajon ízlik majd a végeredmény, ha megsül? Tökéletes. A tészta mennyei. Azt Anya készítette. A sonka most még inkább sonka ízű, mint nyersen. Szerintem. Őszinte leszek, ijesztő, hogy ilyen finom. Nem gondoltam volna, hogy ennyire ízleni fog. Az élelmiszeripar becsapta az érzékeinket. Ez valószínűleg egy másik trükknek köszönhető. Az ízhamisításnak. Ennek ugye nem sok köze van a valódi élelmiszerhez. Laborban készül. Sokan vannak, akik nem bírják az efféle anyagokat. Ők meg belerejtik a zacskóba. Nekem ez nem tetszik. Undorodom az ételekben lévő vegyszerektől. Nem kérek belőle. Jó étvágyat kíván a Maggi gombakrémlevese.
Az összetevők listája hosszú. De vajon mi minden van benne valójában? A Hamburgi Egyetemen professzor Zacharón élelmiszermérnökkel találkozom, a kedvünkért alkotó elemeire szedett egy zacskó gombakrémlevest a laboratóriumában. Olvassuk el a csomagolást. Egy sor különböző port látunk. Már csak az a kérdés, hogy hol van a gomba. Tulajdonképpen a gomba ebben a középső pohárban található. Annyi van ebben az egyetlen zacskóban, hogy éppen csak felismerhető. Talán egy fél gomba. Azt gondolná az ember, hogy legalább 4-5 fej gombát tettek bele. Szép nagy fej csiperke gombát. 3. Több? Kevesebb? 2-re tippelek. Csak egy? Az nem sok. Több nincs benne, az is apróra vágva. Ha gomba alig van benne, akkor mégis mi? Elsősorban növényi olaj, ez az alapja. Ez biztosítja a leves állagát, hogy jó krémes is legyen. A másik fő összetevő a keményítő, amely burgonyából vagy lisztből származik, vagy lehet még módosított keményítő is, hogy még sűrűbb, még krémesebb legyen a leves. Ebből kifolyólag található még benne ízfokozó is, glutamát formájában. Ez itt az? Igen, ez a poraz. Csak hogy a glutamát egyáltalán nem veszélytelen. Vannak fogyasztók, akik nem reagálnak túl jól a glutamátra. Ha túl sok van a szervezetükben, felfájással, rosszul léttel reagálnak. Én azért megkóstolom. Tiszta glutamát. Olyan az íze, mint egy leveskockából főzött levesnek. Nagyon sós, nagyon fűszeres. Igen. És egy kicsit műanyag ízű. De nem tűnik ki egy ennyire erős ízű anyag? Nem, pontosan a többi összetevő miatt. Előfordul, hogy bizonyos anyagokat azért tesznek bele, hogy tompítsák, kordában tartsák, kompenzálják a többi összetevőt. Őrület. Találkozom Ulrike Gonder dietetikussal, a zacskós levesek tartalmának szakértőjével. Ha magas glutamát tartalmú késztermékeket eszünk, akkor a nyelvünkkel sokkal több húst, több halat, több csirkét, több sajtot, tehát több fehérje tartalmú ízt érzékelünk. A glutamát ugyanis ezeknek a jelzőanyaga, csak hogy ez nagy mennyiségben károkat okozhat, főként az étvágyközpontban. A glutamát ugyanis étvágyat csinál akkor is, ha már régen teli vagyunk. Ezek fantasztikus csúcstechnológiás termékek. Egy étel illúzióját keltik. Csodás csomagolásokat veszünk, amin óriási sütőtökök vagy friss zöldségek láthatók, és a végén csak egy zacskó száraz morzsát kapunk tésztával. Az íz, az állag és a tudat, hogy egy ételt ettünk, az egy jól összehangolt adalékanyag koktélból származik. Amilyen például a Maggi gombakrémlevesében is megtalálható. Abban, amelyikben csak egy fej gomba van. Mit használnak egy gombakrémleveshez abból, ami itt a listán olvasható? Lisztet, vajat, hagymát, csiperke gombát, vizet, sót, borsot, tejszínt. Az itt nincs is. Petrezselymet is. De tojásfehérjét nem. Most pedig versenyt főzünk. Az egyik fazékban Ilze Dóre saját készítésű gombalevese hagymával, jó sok csiperkével és valódi tejszínnel. A másikban a zacskós leves. Ez legalább az elkészítési időben verhetetlen. Érzik ezt? Ízfokozó. Jön a kóstolás. Vajon észreveszem a különbséget? Nem rossz. Jó krémes, intenzív gomba íze van. Száz százalékig biztos vagyok abban, hogy ez a házi gombaleves. És? Helyes. Igen, mert ennek is intenzív gomba íze van, de frissebb, még friss zöld fűszereket is látok benne. És sokkal tejszínesebb is. Helyes. Egyszerűen olyan, amilyennek egy gombalevesnek lennie kell.
Berlinbe utazom. Anne Markwarthoz a Foodwatchba. A fogyasztóvédők folyamatosan vitáznak az élelmiszeripar képviselőivel, felderítik az üzelmeiket. Elmesélem a zacskós leveses kísérletünket, és hogy a porleves tényleg gombaízű volt. Sokan érzékenyen reagálnak a glutamátra, főleg nagy mennyiségben. Az élelmiszeriparnak, főként a globális konszerneknek az áll az érdekében, hogy mi minél több feldolgozott élelmiszert együnk. Snackeket, üdítőket, ilyesmiket, mivel ezeken van a legtöbb hasznuk. A zöldségeken, gyümölcsökön nem sokat lehet keresni. Ez azt jelenti, hogy már korán, kisgyermekkorban ezeket az ízeket erőltetik, hogy életünk során minél többször választjuk ezeket a termékeket. Kivonhatjuk magunkat a manipuláció alól? Hisz sok terméken ez áll. Természetes. Amióta az emberek nem szeretik az E-számokat, a gyártók évek óta úgynevezett tiszta címkékkel dolgoznak. Olyan összetevőket próbálnak beletenni a termékekbe, amelyeknek nincs E-számuk. Így egy fogyasztó, de egy táplálkozási szakértő sem tudja megmondani, hogy mi ez az összetevő, és milyen hatást fejt ki abban az élelmiszerben. 100%-os természetes íz. Ígéri a csomagolás. Tartósítószer nélkül. Mesterséges színezék nélkül, ízfokozó nélkül. Ez ugye jól hangzik. Az ízfokozóval kapcsolatban történtek változások. Egyértelműen kevesebbszer jelenik meg a címkéken, sőt, sokszor olvashatjuk, hogy nincs benne ízfokozó. De ez messze nem jelenti azt, hogy nincs benne glutamát. Lehet benne például élesztő kivonat formájában. Balra glutamát, jobbra élesztő kivonat. Mindkettő egyformán befolyásolja az étvágyat. Például a Tommy hollandi mártásában. Ez egy elég raffinált termék. A csalás ugyanis alig felismerhető. Ízfokozó. Ez csak ugyan nyomozó munka. Az élesztő kivonat tényleg ízfokozóként működik, ám ez az élelmiszer törvény szerint nem számít adalékanyagnak, csak egy összetevőnek. Ezért lehet kiírni a csomagolásra, hogy ízfokozó adalékanyagok nélkül. Azt nem lehetne ráírni, hogy ízfokozó nélkül. Egy átlagos fogyasztó számára ez alig észrevehető különbség. Itt egy újabb becsapós címke. A Jofrutta Fruit King. Ebben a joghurtban relatív kevés gyümölcs található, mindössze 6%. Tehát egy ilyen pohárban legfeljebb egy vékony szelet banán, vagy legfeljebb egy negyed szem eper van. Ilyen esetben rá kell segíteni, hogy szebb legyen a színe. Ezért úgynevezett színező élelmiszereket vetnek be, például céklalevet kevernek a joghurtba. Azt írják színező anyag nélkül. Igen, de ebben az esetben is igaz, hogy a céklalé egy színező élelmiszer, és jogilag nem színező anyag, de a színével jobb minőséget hoznak létre, mivel a joghurt epertartalma olyan alacsony, hogy az nem tudná ilyen szép rózsaszínűre festeni. A Vita Krone brokkoli salátája hivatalosan tartósítószermentes. Azt gondolhatnánk, ez olyan étel, amit anya készít. De ha megfordítjuk, akkor láthatunk benne még 6-7 más egyéb összetevőt is. Antioxidánst, stabilizátort, sűrítőanyagot, ecetsavat, amely tartósítószerként szerepel. Valódi kármin. Ez bizony pajzstetvekből nyerik. Rögtön felmerül a kérdés, vajon miért kell színezőanyagot belekeverni? A címkére vetett pillantás kiózanító hatású. Most pedig a hazudott frissesség. Friss hús a szupermarketből. Étvágygerjesztő látvány. Ilyennek is kell lennie. Rózsaszín és friss. Egy tapasztalt vásárló ezt azonnal észreveszi. Nem lehet túl rózsaszín, túl élénk színű, de túl sápat sem. Rózsaszín a fiatal hús. Vörös és szaftos. És szép fehér az ina. A frissesség egy optikai csalódás. Az élelmiszeripar ugyanis oxigént pumpál a csomagolásba. Ettől lesz olyan szép rózsás a hús napokon keresztül.
Kutatásom során jöttem rá, hogy a védőgázos csomagolású fishúsoknál valami nincs rendjén. Ezt találták a Foodwatch fogyasztóvédői is. És nyilvánosságra hozták ezt a trükköt. Léteznek az úgynevezett védőgázos csomagolású húsok. Ebben a környezetben relatív sokáig frissek, rózsaszínek maradnak a húsok, belül viszont beszürkülnek. És nem csak szürke lesz a belseje, hanem rágós, avas is az oxigén miatt. Így végül a fogyasztók első osztályúnak kikiáltott, ám rossz minőségű húst vásárolnak. Ez rettenetes. Embertelen. Erre nincs szükségem, és a legtöbb fogyasztónak nincs szüksége rá, megdöbbentő. Nem akarnám megenni. Amit a fogyasztók nem tudnak, az a húsiparban már régóta nyílt titok. Az oxigén használatnak vannak kockázatai és mellékhatásai. Egy gázgyártó félreérthetetlenül leírja. A felhasznált oxigén nem gátolja az aerob baktériumok és a penész szaporodását, viszont megtartja a hús vörös színét. A vezető szaklapban így figyelmeztetnek. Az oxigén rágossá és avassá teszi a húst. Az NDR riporterei szúrópróbaszerűen vásároltak húsokat különböző boltokban és diszkontokban. Majd a mintákat egy élelmiszerlaborba vitték, alapos elemzésre. Ott először is megmérték a csomag oxigén tartalmát. Némelyiknél ez 80% fölött volt. Ez többszöröse a természetes környezetben előfordulónál. Ennek következményeit kimutatta a szenzoros vizsgálat is. Ez egy kicsit rágós. Igen, kemény, ha ráharapok. Nálam volt egy egészen apró zsírdarab benne. Véleményem szerint ez egyáltalán nem friss. Ebben a zsír egészen, hogy is mondjam, intenzív ízű. Rágós. A kémiai vizsgálat eredménye alátámasztja a véleményüket. Az oxigén védőgázos csomagolású húsminták egyértelműen avasak voltak. Ez megint egy jó példa arra, hogyan használja ki és hogyan él vissza az élelmiszeripar a különböző szabályokkal és törvényekkel, és nekem esélyem sincs, hogy felismerjem ezt. Létezik egy módszer, mellyel hosszabb ideig frissnek tűnnek a húsok, bár a fogyasztók részéről régóta érezhető a nyomás, de ezt eddig még nem szabályozták. A törvényhozók nem akarják magukra haragítani a húsipart. A hamis frissességű húsok vásárlását el lehet kerülni. Ezért járok én henteshez. Rendes hentesem van. Mi vidékről jöttünk, és bár nem vagyunk önellátók, pontosan tudjuk, hol vásárolhatunk élelmiszert. Igazán friss húst csak a hentesnél kapok. Megtehetem, hogy elmegyek a henteshez, hogyha friss húst akarok venni. Csak hogy már a henteseknél is vannak bizonyos berendezések, amelyek az általuk eladni kívánt húsokat nagy nyomáson oxigénnel kezelik. Ez szintén azt eredményezi, hogy a hús tovább megőrzi a rózsaszín színét. Micsoda galád trükk! Ma már nem segít rajtunk a vásárláskor, amit generációkon át tanultunk a frissességről. És az ipar még jobban összezavar minket. Marketing trükkökkel. Ezúttal a szupermarketben találkozunk Anyával és Ilze Dóréval. Ők mire figyelnek? Egy kiló liszt. A legszebb csomagolású. Ez a lisztek gyémántja. Azt hiszem, hogy ettől finomabb lesz a sütemény. Mert gyémánt van rajta? Nem tudom. De vannak bizonyos elveik is. Számomra nagyon fontos Németország. Ez egy hazai márka, a Nérák. Miért olyan fontos Németország? Mert kevesebbet kell szállítani.
Persze időnként ők is vásárolnak az élmény miatt. Itt van ez a Volkswagen kolbász. Ez Volksburgi, ráadásul még a ketchup is itt van hozzá. Ez kultusz. Ez egy automárka. Igen, de ennek kultusza van. Kultusz vagy csak ügyes marketing? A Hannoveri Egyetem kutatói megmutatják nekünk, milyen módszerekkel néz a fejünkbe az élelmiszeripar. Céljuk, hogy kitalálják, mi veszi rá a fogyasztót a vásárlásra. Pont ez benne a lényeg, mert ha izgatott vagy fáradt, akkor általában nem tetszik önnek, amit mutatok. Ha viszont ellazult, nyugodt és jókedvű, akkor tetszik önnek, amit lát. Az agyhullámok mérése megmutatja, mi történik az agyunkban a csomagolások nézegetése közben, anélkül, hogy mi azt észrevennénk. Szinte az összes gyors döntést a tudatalattinkban hozzuk meg. Az első benyomás számít. Ezt természetesen az élelmiszeripar is tudja. Van még egy találkozóm a Hannoveri Egyetemen. Itt a Marketing és Management Intézetben találkozom az intézet vezetővel. Szerinte nem csoda, ha bedőlünk a marketing trükköknek. Jó napot! Há, jó napot! Üdvözlöm, Jo Hiller vagyok. Bevásároltam. Az agy először megpróbálja kitalálni az üzenet pozitív, negatív, barát vagy ellenség. Ez nagyon gyorsan történik. Felfogunk bizonyos jeleket, ingereket, amelyeket hozzárendelünk bizonyos érzésekhez. Ezek az érzések pedig bizonyos motivációból fakadnak. Ha például leveszi ezt a terméket a polcról, és szereti a természetet, akkor érkezik egy inger, amely izgalmassá teszi ezt az ön számára. Pozitív hatást vált ki önből. Mikor tudatosul ez az agyban? Az ember úgy nevelkedik, hogy hozzászoktatják bizonyos ingerekhez. Ez már egész kiskorban elkezdődik a gyerekkönyvekkel, amelyekből elsajátít bizonyos mintákat. Így az élet során egy egész széles skála alakul ki az agyban, amely olyan ingerekből áll, amelyre hasonlóképpen reagál az illető. Ez is egy marketing trükk. Lédús, piros gyümölcsök. Mi vált ki ingert az agyban, ha ez nem? Itt többféle illúzióba ringatnak minket a gyümölcsök által. Ez egy égető kérdés, hiszen a gyümölcsök egészségesek, a csomagolások majd kicsattannak a gyümölcsöktől, belül viszont általában egészen más található, mint ami a képen. Sok málna és gránátalma. Mi van valójában a Chiquita italában? Ez egyfajta smoothie, amelynél az ember kizárólag ilyen gyümölcsöt várna. De ebben csupán 7,5% málna és 2% gránátalma van. Tehát összesen nincs 10% sem abból a gyümölcsből, amit az üvegen nagybetűvel és képpel is kiemeltek. Én korábban azt hittem, a Chiquita az egy banán. De ezen sok az angol szöveg és az apró betű, amit nem lehet elolvasni. De málna és gránátalma, jó. Málna püré, 7,5%, de ezen nagybetűvel szedték. Ez fiataloknak készül, akik szerint jól néz ki és megveszik. Vitamin van benne. Azt hiszik, kóla helyett isznak valami jót. Pedig a Chiquita gránátalmás málná smoothie-ában pontosan 4 szem szétnyomott málna és 1 csepp gránátalmalé van. Fincsi. Ropogós cseresznye egészben. Itt azt látjuk, hogy a csomagolás színültig teli van cseresznyével, kékszőlővel és gyümölcsdarabokkal. De az apró betűs részt olvasva azt látjuk, hogy főként körte darabok vannak benne. 12% körtéből, almaléből és banánból. Tehát mindenféle egyéb gyümölcsből készült. És miért nincs benne cseresznye? A cseresznye drága, és sokszor almalevet használnak alapnak, hogy az egésznek legyen zamata, mivel az almalé relatív semleges ízű. Tehát sokféle oka van ennek. Alma 33%, kékszőlő 12%, berkenye 2%. Ebben tulajdonképpen csak cseresznyének kéne lenni. Hát igen, alma, a papíron minden elfér. A Rossmann piros gyümölcsös szelete. Bogyós gyümölcsök. Ebben akkor málna, áfonya és ribizli van. Vagy nem? Ebben az esetben is a gyümölcs illúziójával szembesülünk, ugyanis elsősorban mazsola van benne. Ez áll az első helyen. Rendes gyümölcs nincs is a listán. Például nincs benne málna vagy áfonya, csak gyümölcslé koncentrátum.
Ez jellemző az élelmiszeriparra. A fogyasztók szívesen választják azokat a termékeket, amelyeken gyümölcs van, mert frissességet, jó minőséget és egészséget ígérnek, de a legtöbb esetben csak kevés gyümölcs van bennük. Az élelmiszeripar rendszeresen és szándékosan becsapja a fogyasztókat. A legtöbb csomagolásnak nem szabad hinni, nincs benne annyiféle összetevő, nem olyan természetes és egészséges, mint amit mutat. Sőt, még olyan összetevőket is belehazudnak, ami nincs is benne. Így cserélik az értékes összetevőket olcsó nyersanyagokra. Szinte minden lehetséges. Ennek ellenére fogyasztóként tudjuk, hogy az élelmiszeripar alapvetően befolyásolni akar. Elméletileg csak használni kellene a józan paraszti eszünket, el kéne olvasni az összetevők listáját, akkor látnánk, hogy valójában mi van benne. Akkor meg tudnánk szüntetni ezt a helyzetet. Mivel a képek üzenete olyan erős, hogy ha már egyszer a fejébe vette, hogy az a valami nagyon finom, akkor az nagyon finom is lesz. És ha az első ingerek ilyen erősen befolyásolták, akkor nem vesz tudomást másról, meg akarja szerezni. De miért van ez így? Mert az agy így működik. Egyszerűen úgy fejlődött ki, hogy bizonyos dolgokat meg tudjon valósítani, akár a mi akaratunk ellenére is. Vaj, mi kevés esélyünk van ez ellen. Tehát az élelmiszeripar kezében vagyunk. A legújabb trükk. A kritikus fogyasztókat állítólagos helyi termékekkel vezetik, az orruknál fogva. Én megbízom a regionális termelőinkben. Fontos, hogy amit megveszünk, az ne utazzon sokat. Először is támogatni szeretném a gazdaságunkat, másodszor pedig jó minőségű terméket szeretnék kapni. A példánk a Heide méz. Világos, hogy honnan származik. Rá van írva, hogy honnan származik. Valószínűleg a Heide-ról, hisz rajta van. A Heide ott van Hamburg mellett. Hamburg után már a Heide kezdődik. A lüneburgi Heide, az érintetlen természet. Jellegzetesen észak-német. A Heide mézet azonban itt töltik üvegbe, és egész Európából származik. Úgy érzem, hogy ez a fogyasztók átverése. Akkor már vehetnék kevert mézet, vagy valami olcsóbbat. Achim Spiller professzor számára ez már nem ártalmatlan reklámfogás. Léteznek a fogyasztók megtévesztésének bizonyos esetei, amelyek már az úgynevezett szürke zónába tartoznak, amelyek jogi szempontból igen vitatottak, például a regionalitás kérdése. A gyártók ugyanis túlozhatnak a reklámozás során, mivel nem egyértelmű, illetve nincs leszabályozva törvényben, hogy mit jelent a regionális termék, illetve mekkora lehet egy régió. A fogyasztónak esélye sincs ellenőrizni ezt. Példánk a rügeni heringtál. Rügen a Keleti-tenger kedvelt szigete. Úgy tűnik, mintha a helyi halászok fogták volna ki, csak hogy a hal az Északi-tengerből származik. A rügeni heringtálat nem is Németországban állítják elő, hanem a lengyelországi Ostrovban. A csomagoláson alig vesszük észre, csak a PL rövidítés jelenti Lengyelországot. A fogyasztók a vásárlásukkal komoly tényezővé szeretnének válni. Erre reagálnia kell a társadalomnak, a jogalkotónak és a gazdaság szereplőinek is. Sonka hamisítás. Imitált ételek. Hamisított ízek. Hazudott frissesség és marketing trükkök. Az élelmiszeripar elvette az étvágyunkat. Nem is tudom, hogy mit tehetnék meg. Csak az számít, hogy pénzt keressenek vele. Az a fontos, hogy minél olcsóbb legyen nekik, és ez rossz. Az állatok, a környezet számára, és a tápláléklánc végén a mi számunkra is. Narrátor Pálmai Szabolcs. A magyar változat munkatársai. Szalkai Lőrinc Ágnes, Virág Anita, Polica Imre, Boskó Andrea, Kosztola Tibor, Kovács Anita. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Pannonia Sound System készítette.